Nagy tisztelettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit innen az új szegedi sportcsarnokból, ahol a MOLPIK Szeged 39-23-ra legyőzte a Cegléret a 2018-2019-es őszi szezon utolsó hazai bajnoki mérkőzésén. És itt áll mellettem Nagy Martin, aki a teljes második félidőt végigvédte, és bizony sokszor kellett mondani a műsor közlőnek a nevedet, hiszen parádésan védtél. Köszönöm szépen, mindennek tettem. Egy nagyszerű évzárás volt ez az őszi szezonnak és a 2018-as évnek, hiszen egyetlen egy vereséget sem szenvedtetek el az idei naptári évben hazai pályán. Igen, én úgy gondolom megkoronáztuk ezzel az őszi idényünket, remélem még van egy meccsünk Csurgon, most még arra kell koncentrálni, és remélem folytatjuk a győzelmi szériát. Te is ugye egyre több lehetőséget kapsz ebben a szezonban, milyen érzés a szegedi kapuban egyre többször védeni, mert nagyon sok a védés. Nagyon jó érzés, és minden egyes alkalommal megpróbálom kihasználni ezt az esélyt. Gondolom így jó lesz majd téli szünetre vonulni. Igen, jó fog jönni a pihenni, mert már kicsit elfáradtam. Nagyon szépen köszönöm, Martint, engedjük is az öltözőbe, és akkor ennyit innen a pálya széléről. Még egyszer, tehát a végeredmény MOLPIK Szeged Cegléd 39-23.